Nevemet mondod, ahogy keresem a zongorán. Nem kértem semmit, csak érints meg engem. Lehetséges, hogy sokaknak már ismerős vagyok, ugyanis volt nekem egy csapatom, ami igazából 12 évet futott. 14-et pontosabban, ha rászámolom mindent, igen. Úgyhogy ez egy teljesen más történet volt, egy teljesen más stílus, mulató stílus. Most igazából a popot próbálgatom. Ez a pop, ez a, hát inkább ilyen mainstream-ebbre mondanám, ugye kézenfekvő történeti stílus. Úgyhogy most így ezt az oldalt próbálgatom. Nyilván nem lehet egyből átugrani egyik lépcsőfokról ugye a másikra, ez egy ilyen folyamatos történet lesz, úgyhogy akik találkoznak az idén velem koncerteken, lesznek még a régi feldolgozások, illetve újabb feldolgozások, dalfeldolgozások is. Tehát teljesen 100%-ban nem állok át még ugye ebben az évben, viszont megmutatom azt, hogy tudom ezt is, és csinálom ezt is, és szeretem ezt is, úgyhogy igyekszem ebben is otthon lenni. Nincs már több közös kép, ami volt elmúlt rég, jön egy újabb, ami szép. Ez a dal nekem már, igazából annyit tudni kell róla, hogy ennek a dalnak a refrénje már nekem tavalyi évben megvolt. De úgy valamiért a süllyesztőbe került, mint nagyon sok más dal. Ugye szerintem egy előadó sincs, úgyhogy én most megírok egy dalt, és akkor én azzal is futok végig. Folyamatosan dolgozunk a háttérben, és nagyon sok dalom van elkezdve, nagyon sok dalom van háromnegyed részben kész, úgymond. És ez is megvolt, nagyjából félig. Tehát ennek a refrénye már megvolt, plusz egy kis szövegrész hozzá. De egy sülyeztőbe került, és az idén azt mondtam, hogy most előveszem, hogy lássuk, mi sül ki ebből, és jött egy olyan hangszerelés hozzá, amire azt mondtam, hogy igen, ezt most már érdemes folytatni, és érdemes ezt a dalt így kiadni magamból. Nevemet mondod, ahogy keresem a zongorán, nem kértem semmit, csak érints meg engem. Nevemet mondod egy őrült éjszakán, álmodtam én is, nem volt minden rendben. Van nekem egy nagyon-nagyon jó barátom, a Kobi. Ugye, én nagyon rábízom a klippeket ilyen téren, szóval hogy van egy olyan munkásság és egy olyan háttértörténete, ugye, ami simán biztosíték arra, hogy rábízhatom magamat. Nyilván a barátságunk sem mostani, már jó pár évre visszamenőleg visszavezethető. Úgyhogy elküldtem neki a dalt, és kérdeztem, figyelj, hogy mit szólsz ez a dalhoz. És azt mondta egyből, hogy figyelj már, ez egy nagyon jó mainstream popdal, és ezzel foglalkozni kell és csinálni. És rá egy-két napra vissza is hívott, hogy figyelj már, nekem van egy ilyen klip ötletem hozzá. Mi lenne, ha? Hát mondom, oké, forgassuk. Azért lett ez a klip olyan, amilyen. Tehát ugye az egész klip ez egy ilyen barangolós, sétálgatós, ugye sejtelmes történet az egész. Mivel nincs egy adott történet lánca ugye a dalnak, hanem akár lehet egy szakításról szó, akár lehet ugye egy nem összejött dologról szó, úgyhogy ugye ezt mindenki saját maga bízza el, egy ilyen átlagos történet, ezért is nincs egy fix történetszál a kliphez kötve. A holnap újabb képzelet, rajzolt át a széleket, csendben mindet meg lehet. Jelenleg is kész van egy dalom, épp a napokban sikerült a mastert összehozni rá, úgyhogy jelenleg is kész van egy újabb dalom, ami nem ez a lassú stílus, picit pörgősebb, poppos ez is, picit pörgősebb, mainstream ugye ez is, és épp a napokban tárgyaltunk erről is a klippel kapcsolatban. Folyamatban vannak a statiszták, helyszín, úgyhogy haladunk tovább 2200-as sebességgel.